Önök a Kultúrszobát, a Tolnatáj Televízió kulturális magazinját látják, köszöntöm nézőinket. Egy majdnem elfeledésre ítélt tárgy került a hónap műtárgya vitrinjébe a Vosinski Mór Múzeumban. A tányér érdekessége, hogy egy huszárt ábrázol, így március 15-éhez is kapcsolódik. Ez a régi tányér hányattatott sorsot élt meg. Régi raktári anyag volt, még András Fadő Bertalan Szekszárdon volt muzeológus, ősorolta fel a II. Világháború után megmaradt néprajzi tárgyak között. Ezt követően raktárba kallódott leltározatlanul, a 2018-as Kerelmei raktár rendezése során került elő, és történt meg a leltározása. Már akkor arra gondoltak a kutatók, jó lesz ez egyszer a hónap műtárgyának. A küldetése beteljesedett. Igazából ez egy dísztányérnak készült, egy viszonylag korai, ugyanis a 19. század első harmadában szoktuk úgy mondani, hogy újra virágzik, vagy egy új stílusú népművészet alakul ki Magyarországon. Ez röviden annyit jelent, hogy különféle használati tárgyakon jelennek meg díszítések, például mint ez a tányér is, hogy kimondottan csak díszfunkciónak készítik ezeket különféle mintázatokkal, vagy például a pásztorművészetben a spanyolozási vagy spanyolos technika ekkor jelenik meg a faragások között, akkor a viseletben például a cifraszűr vagy a gyári anyagoknak az alkalmazását kezdik beépíteni a viseleti darabokba. Ugye igazából ez a reformkornak az időszaka, ugye a polgári átalakulás megkezdődésének, a gazdasági átalakulás, fellendülés megkezdődésének az időszaka. A dísztárgyak sok esetben a gazdagságot is jelezték. Sokszor a falon lógó tányérok sokasága jelezte, van miből vendéget fogadni a tiszta szobába. Igaz, egészen biztosan nem ezekkel a tányérokkal terítettek. A 19. század első harmadától teret hódító új stílusú népművészet tömegével hozta létre a dísztárgyakat, melyek díszítményei között gyakran jelentek meg a nemzeti jelképek. Szorványosan már előfordult a 48-49-es szabadságharc előtt is, majd a kiegyezést követően általánossá váltak, főleg a protestáns vallású, illetve a polgárosodott szemléletű családoknál. Megjelenik a nacionalizmus, mint hát új eszme, ami ugye a nemzeti érzésnek a fokozódásával jár együtt, és hát ezek az áramlatok, irányzatok leszűrődnek ugye a paraszti néprétegek közé is. Ugye a gazdasági értelemben is ugye elkezdenek gazdagodni egyes paraszti rétegek, ugye a középparasztoknál, gazdag parasztoknál megjelennek a többhelységes házak ebben a korszakban, már ugye polgári vagy kisnemesi mintára építik át a házaikat, és már a 19. század első felében megjelenik a tiszta szobáknak a divatja is, és ugye ezek a különféle díszes tárgyak, ezek a tiszta szobát díszítik, ezek között ugye vannak megjelennek a nemzeti jelképekkel, vagy nemzeti jelképekhez közel álló alakokkal, vagy figurákkal díszített dísztárgyak, tányérok, bögrék, fali képek. De a múzeum őriz mángorlókat is, melyen a magyar címer látható. A hónap műtárgyában látható huszárdalak is egy emblematikus figura. A magyar haderő legdíszesebb egysége volt a huszárság a 18-19. Században. Már az 1370-es évekből értesülés van arról, hogy első Lajos király, huncár szolgáló népei hatalmaskodtak. Zsigmond király idejéből is tudunk arról, hogy északon a huszciták ellen harcoltak, délen a határvédelmi feladatokat látták el. A magyar haderőben még az első világháborúban is szolgáltak huszárezredek. A modern hadviselés megjelenésével azonban elavult egységé váltak, és feltűnő díszes csillogóruházatukkal csak magukra terelték az ellenség figyelmét. A dísztányérról nem ismernek adatokat a kutatók, ám valószínűsíthetően az Alföldről származik. Az eredeti régi leltárkönyvei a múzeumnak a II. Világháború alatt megsemmisültek. Most párhuzamokat ugye lehet találni, hogyha interneten nyomoz az ember, vagy kiadványokban. Most például egy díszítésére ugyanilyen megegyező tányért találtunk az interneten, az 1934-es, tehát egy bő száz évvel későbbi.
az alföldi kerámiának van apostrofálva, vagy nevezve, hát lehetséges, hogy ez is valahonnan onnan, de biztosan nem lehet állítani, hogy honnan származik. A hányattatott sorsú huszáros tányér március 15-e közelettével került a hónap műtárgyát bemutató vitrínbe, a Szekszárdi Wasinski Múzeumban. A Tolna megyei Értéktár Bizottság három esztendeje indította útjára értékhangoló vetélkedőjét általános iskolások számára. A cél a helyi értékek felkutatása és megismertetése volt. Mára elmondható, a kezdeményezés sikeres, és a gyerekek nagy kedvel vesznek részt a viadalon. Közelebb vitt ez a verseny Magyarországhoz, a múlthoz, ahhoz az értékhez, amit őrzünk, ami fontos, ami a miénk és ami a miénk marad. Ezek Farkas Csaba gondolatai a versenyben. Csaba a Siolgárdiak egyik versenyzője, így módon tehát általános iskolás. De ennél szebben megfogalmazni azt, amiről az értékvetélkedő szól, talán nem is lehetne. Vannak köztetek olyanok, akik nem először próbálkoznak, ők menet közben majd meséljék a többieknek, hogy ez az egész nap egy nagy öröm, vidámság lesz, és bár ismeretek sem ártanak menet közben, a játéké lesz a főszerep. A versenyt egy hosszú felkészítő időszak előzi meg, ami egyaránt izgalmas és tanulságos a felkészítőnek és a gyereknek egyaránt. Az a lényeg, hogy a karika rá fűződjön a botra. Népi gyerekjáték volt szerintem. Ez egy népi gyerekjáték volt, és hát eléggé nehéz feladat. Én már próbálkozom, itt nem tudom, hogy gyereknek ötször lehet próbálkozni? Igen. Amik sikerült. Előtte gyakorolhatnak a gyerekek, és utána pedig próbálkozhatnak ötször a karikát fölfűzni erre a kis vesszőre. Igen, azt hiszik, és pedig nem, a kolléganő elsőre, hogy sikerül, de nekem nem sikerül. Tessék nyugodtan próbálkozni bárkinek otthon is. Igen, hát igen. Tényleg nem egyszerű, de meg lehet csinálni. Emellett további hat állomáson kellett bizonyítani a csapatoknak rátermettségüket és felkészültségüket. Be kellett mutatni többek között saját településük értékeit, el kellett igazodni a térképen, és tudni kellett, mi tolnaikunk vagy éppen hungarikunk. Itt is van ugye száraz és szárolt is. Igen, és igen. Akkor... És ez is szerintem itt ezek lapos öltés. Így van. A megyei értékvetélkedőt harmadik esztendeje rendezi meg a Tolna megyei Értéktár Bizottság. A kis és nagy általános iskolások külön versenyt vívnak, így egyenlő erők küzdelme folyik. A harmadik alkalommal rendeztük meg az értékvetélkedőt, ezt mindig ősszel egy értékhangoló előzi meg, és aztán az értékvetélkedővel, magával a vetélkedővel fejezzük be a programot. Nagyon elégedettek vagyunk vele, mert úgy érezzük, hogy az eddigi 3 éves munka most már, gyümölcse most már beérik. Mind a gyermekek, a pedagógusok, az iskolák nagyon lelkesek, és támogatnak minket abban a munkában, amit az értéktári területen próbálunk elvégezni. Úgy érezzük, hogy a gyermekek is nagyon megszerették ezt a vetélkedőt és ezt a folyamatot. Lelkesek, csillog a szemük, és igazán sikerült kialakítani bennük talán a Tolna megyei kötődést. Sokszor olyan helyi sajátosságokkal, értékekkel találkoznak ilyenkor, amelyekről még a települési krónika vagy az öregek tudása sem egyszer. Kutakodni kellett főként, internetes honlapokat böngésztünk, illetve a megadott honlapokat kellett vizsgatunk, és megismerkedtünk általuk a nemzeti és a tájegység értékeivel, hagyományaival. Nagyon nagy hozadékát érzem egyébként ennek, és erre alapozódott tulajdonképpen a második fordulóra való készülődés, hogy ugyanezeket az értékeket kellett áttanulmányoznunk, és egy prezentációt kellett készíteni a gyerekeknek, amit mi megpróbáltunk Siolgárdiással elkészíteni. Igazából nekem nagyon tetszik ez az egész program, ugyanis így sokkal jobban megismerhetem a megyénk értékeit, meg úgy magának Magyarországnak a fontos kincseit, hogy miért is jó itt élni, mert sokan ugye azt mondják, hogy Magyarországnak nincs tengere, nincsenek sípályái, és hogy hát mégis mi van itt, ami miatt jó itt élni. És hát igen, valóban rengeteg természeti értékeink vannak, nemzeti parkjaink, illetve különböző népművészeti értékek is, és nagyon érdekes ezeket megismerni. Számomra ez a verseny ez egy kihívás, mivel igaz, hogy sokat foglalkozok úgy népművészettel, de akkor is vannak olyan dolgok, amiket még így se tudtam.
mesélj egy ilyet. Hát például vannak olyan népművészeti motívumok például, amiket jó megismerni. Például a tolnait, azt eddig még nem ismertem, de ez a verseny kapcsán megismertem. A félbeszakadt decemberi Gastroblues lemezbemutató koncert folytatásaként márciusban Gastroblues Farsangra hívták a blues szerelmeseit Pakson, melyen Gombos István ötvös iparművész kisplasztika alkotásainak is teret adtak. Főbemászó jazz zene szólt, míg gyülekeztek, finom borokat kóstoltak, jókat beszélgettek a gastroblues szerelmesei. Dr. Gál Gábor és Ocsovai Domján duója zenélt Pakson a csengeiben a gastroblues farsang kiállítás megnyitóján, melyen Süli János is tiszteletét tette. A gastroblues családban barátok közé érkezett, mondta a miniszter. A kiállító teremben Gombos István kisplasztika alkotásait nézhette meg a közönség. 1975-ben sikerült bekerülni a Dunai Vasmin belül, abba az ötös diszkovács műhelybe, ahol értelemszerűen a vasgyári gépóriások között anakronizmusnak tűnt a kézművesség, viszont én abban a közegben megvalósítottam olyan tárgyakat, olyan elképzeléseket, manuális dolgokat, amelyek jellemzőek voltak az akkori kortársadalmának igényeinek megfelelően. De természetesen abban az időben a fém szeretete meghatározó szerepet töltött be életembe, és ahogy a fémmel dolgoztam, egyre inkább nyitottabbá váltam, megláttam, megéreztem, megtapasztaltam annak a lehetőségét, hogy milyen körülmények között, milyen komoly munkával egyébként, milyen értékek teremtődhetnek azokból az anyagokból, amelyekből egyébként az ember általában nem gondolta volna, hogy csodálatos alkotások alakulhatnak, kiszülethetnek. A kiállításon látható képanyag egyébként illusztrálja azokat a munkákat, amelyek ma nem lehetnek itt. Ez az 50-70-es színes film, színes képnagyítás, ez hűen tükrözi azon kiegészítő, jellemző alkotások tárházát, amit fölhasználtam, és fölhasználok ma is. Az iparművész számára fontos korszakok mind jelen voltak az alkotásokban. Nagyon ritka az, hogy egy alkotás a színpadon életre kell. Társadalom kritikaként megfogalmaztam a Hagyaték a harmadik évezet küszöbén című alkotást. De mondhatnám akár a Arctalan gyökeret is, ami szintén egy nagyon komoly társadalom kritikát fogalmaz meg. Megjelennek az erotikus jelek, ami egy férfi ember számára meg meghatározó, de igyekeztem szintén vasból és krómacélból úgy megalkotni, hogy az ne legyen sértő. De imádom a felületi visszatükröződéseket, a polírozott felületeket, és imádom a fényárnyék hatásokat. Ezek szintén az én elmúlt 40 éven meghatározó tényezői, amelyek fontos szerepet játszanak, akár egy-egy alkotás, akár egy-egy kiállítás vonatkozásában. Feledi Balázs művészettörténész, művészetíró azt mondta, hogy Gombos egy fém művész. Ez egy óriási dolog. Sokan foglalkoznak fémmel, fémszobrászattal, de úgy tűnik az én világom az egy teljesen más világ, aminek a befogadó képessége is óriási, hiszen az emberek szeretik azt, amit csinálok. Ez minden kiállításon kiderül, mert örömmel állnak meg egy-egy munka mellett, és elmélkednek rajta, és nekem pontosan ez volt a célom. Ön és a gastroblues milyen kapcsolatban áll egymással? Gárdai Gyuri. Gárdai Gyuri és Gárdai Gyuri. Ő valamikor Dunaújvárosban élt,
és nekem ez a gyerekkorom világa volt, hiszen ez a 27. amit most júliusban megrendeznek. Én a 26 Gasztrobusz Fesztiválból talán 4 fesztiválon hiányoztam, akkor is igazolt távollétokán, de ahogy korábban megfogalmaztam, ez egy nagy család. Egy olyan család, amely odafigyel a másikra. Mi év mint év találkozunk, elbeszélgetünk, átértelmezzük mindazt, amit az egy év alatt megéltünk, ami elmúlt körülöttünk, és azt gondolom, hogy nagyon hiányozna. A tárlat megnyitó után egymást érték a jobbnál jobb blues és rock koncertek a Csengeiben. Négy éve díjazzák országosan hazánk legjobb pedagógusait a Pedagógus Oscar-díjjal, mely az egyetlen olyan nagy elismerés, amelyet tanítványaiktól, volt diákjaiktól vagy a szülőktől érdemelnek ki. Idén van egy Tolna megyei Oscar-díjas paksi óvónő is Lázár Márta személyében. Most ismerkedjenek meg vele közelebbről. Épp megérkezik munkahelyére Lázár Márta, ahova 33 éve köti élethivatása. Pakson a Hétszínvirág óvodába, azaz, ahogy a kezdetekkor hívták, Tolnai úti oviba. Már középiskolai és főiskolai gyakorlati éveit is itt töltötte. Pályaválasztása tudatos volt, gyermekkora óta óvónéni szeretett volna lenni. Nagyon tudatos volt ez a választás, tehát én pici korom óta óvónéni szerettem volna lenni. Ennek biztos köze van ahhoz is, hogy az anyukám az a Kereszt utcai óvodában dolgozott 40 évig dajkaként, és bármikor, amikor az iskolából hazamentem, végeztem a leckével, akkor én rögtön már az óvodába mentem. Nekem ez egy nagyon-nagyon kellemes közeg volt. Mindig szerettem a gyerekek között lenni, velük foglalkozni, őket, ővelük játszani, és hát ez a mai napig is így van. A pályám során számtalan hallgatót fogadtam, főiskolai hallgatót, akinek segítettem a munkáját, illetve az utóbbi 6 évben a pályakezdő gyakornokok mentorálását végzem. Ezzel is azt gondolom, hogy a kollégáim, illetve a főnökeim elismerik azt a munkát, amit én ez alatt az idő alatt letettem az asztalra, és én erre nagyon büszke vagyok. Nagyon nagy változás előtt van az óvodánk, hiszen mindenki körülöttem nyugdíjba ment. Ketten maradtunk az Ilivel, és ez egy nagyon nagy kihívás számomra. Nagyon-nagyon sok kisgyerek van, aki visszajár. Többek között most, ha itt paksi szinten kell említenem Haraszti Zsoltit, akinek a neve szerintem ismert a városban, ő ide járt hozzám a csoportba. Van egy kislány, aki elkerült Budapestre, ő divattervező lett, Lakatos Márkkal dolgozik együtt, és éppen tavaly nyáron jött el meglátogatni, és idéztük föl az óvodai élményeket, hihetetlen, hogy mikre emlékeznek a gyerekek. Nagyon sok kedves emlék van, nagyon sok sztori van, ha meglátok gyerekeket. Rögtön eszembe jut némelyik, hogy miket mondott. Például egy nagyon-nagyon jó élmény volt egyszer, valahogy egy nők lapjából meséltünk a gyerekeknek, és az újságot maradt az asztalon, a gyerekek nézegették, és horoszkópokat lehetett látni, és azért ott volt egy-két nagyon-nagyon ügyes gyerek, és az egyik megegyezte, hogy én mondjuk a mérleg csillagjegybe születtem, a másik mondta, én a bagba, én a nem tudom. És volt egy kisfiú, aki borzasztóan figyelt, gondolkodott, látszott, hogy forognak a gerekei, és egyszer édesen megszólalt, én pedig az anyukámban születtem. Tehát ő neki az, hogy milyen csillagjegy, az nem volt ismerős, de ő is akart valamit mondani. Tehát sok-sok ilyen élmény van, ami visszajön, és ha meglátom őket, akkor rögtön eszembe jut, hogy ő mit mondott, ő mit csinált, egy elszólás, egy aranyköpés, amit nagyon bánok, hogy nem jegyeztem föl. Elkezdtem egyszer, aztán akkor megjegyzem, a szülőknek el szoktam mesélni,
de hogy ennyi idő alatt már micsoda egy könyvet lehetett volna írni, hogy miket értenek félre a gyerekek, hogy mennyire édes aranyköpéseik vannak, amit sajnálok, hogy nem jegyeztem le, de a kolléganőmnek már most mondtam, hogy kezdje el írni, mert hogy ezt majd milyen jó lesz visszaolvasni. Vidáman énekelnek, játszanak a gyerekek Tolna megye első és eddig egyetlen Oscar-díjas óvonéniével. Lázár Márta a gyerekek szeretete mellett most szakmai elismerésben is részesül. Egy budapesti és egy Kunszent Mártoni kolléganője mellett óvoda pedagógus kategóriában pedagógus Oscar-díjban részesül, melyre főnöke nevezte. Számomra ez egy hatalmas nagy megtiszteltetés, egy szakmai elismerés, hiszen pont a visszajelzéseket azt napi szinten a gyerekektől megkapom, de azt, hogy a kolléganőim és a vezetőm jelöl egy ilyen díjra, az azért a munkának az egyik elismerése, csúcsa. 19-en indultunk óvoda pedagógus kategóriába, itt tényleg a végén már csak hárman maradtunk, egy budapesti kolléganő és egy kunszentmártoni, illetve jó magam. Hát végül is úgy volt, hogy csak az első helyezett kap díjat, de miután lezárult a szavazás, kaptam egy e-mailt, amibe közölték, hogy minden Oscar jelölt megkapja ezt a díjat, és ezt Budapesten március 19-én fogják átadni ünnepélyes keretek között, amit megelőz egy egész napos konferencia, ahol nagyon-nagyon neves előadók, többek között Kádár Anna Mária, Bakonyi Anna, Tari Anna Mária és még sok-sok előadó fog minket képezni, okítani. Most már nagyon régi motoros vagyok, mondhatom azt, 33 éve vagyok a pályán, pont ebben az óvodában, a Hétszínvirág óvodában kezdtem, akkor még Tolnai úti óvoda volt, sőt, elmondhatom, hogy a gyakorlati időmet is itt töltöttem, középiskolában is és a főiskolán is. Hát először nem volt egyszerű bekerülni egy jóval idősebb kollégák társaságába, de nagyon szívesen fogadtak, és amire nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy azért 33 évvel ezelőtt még úgy volt, hogy voltak délelőttös, meg délutános óvónénik, és egy pályakezdő szóba se kerülhetett, hogy csoportot kap. Én viszont rögtön a legelső évben, ahogy ide kerültem, kis csoportot kaptam, 34 kis csoportos gyereket, úgyhogy nem volt egyszerű, beledobtak a mélyvízbe, de azóta is úgy gondolom, hogy talán sikerült megállni a helyemet. Húzzad magadat, én is húzom magamat, amelyik elesik, az lesz a legkisebbik. Magyarországon 4 éve osztják a pedagógus Oscar-díjat a legmenőbb tanároknak, tanító és óvonéniknek. E három kategória győztese a közösség szavazata alapján kerül ki, így a gyerekek és a szülők is kifejezhetik az elégedettségüket, szimpátiájukat. Van egy szakmai külön díj is, melyet a szakmai zsűri ítél oda. Idén is a Modern Pedagógus Konferencia keretén belül kerül sor a pedagógus Oscar-díjak átadására, március 19-én Budapesten. Itt veheti át a szakmai elismerést Lázár Márta, paksi óvonő is. Kölesden a Kismegyeházán nyílt meg könyvkata festő kiállítása, a tálat első állomása egy közel 100 alkalmat számláló sorozatnak. Könyvkata Tolna megyei festőkiállítása nyílt meg Kölesden a Kismegyeházán. A kiállítás annak a megyei projektnek első eseménye volt, melynek keretében közel 100 program valósul majd meg a programban résztvevő 8 településen. Baki Bétert festőművész így méltatta az alkotót.
A festő útját járja, nagybetűvel, a festészet útját járja, régi útjelzőkkel, a régi útjellemzőivel. A művei sajátos keveredése a fotó alapvetésű ábrázoló festészetnek, a szürrealisztikus ábrázolásnak, látásmódnak. Könyvkarta megtiszteltetésének adott hangot, hogy az ő kiállításával indulhat az új látás nevet viselő program. És úgy gondolom, hogy a közös munkánk talán lehet egyfajta Körösdi reneszánsz, vagy ennek az egész Körösdi programnak, amint volt látásmozgalomnak, látásbrigádnak egy reneszánsza. Ugye nagy szónak is tűnik ez, de hát a szó alapvető jelentése ugye az, hogy újjászületés. És ez szerintem találó lehet erre az új látás mozgalomra, ami előttünk van. Könyvkarta kiállítása március 27-ig tekinthető meg a Körösdi kismegyeházán. Ünnepeljünk együtt március 15-én Szekszárdon. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójának nemzeti ünnepén 4 napos programsorozattal tisztelgünk a magyar történelem egyik legnagyobb eseménye előtt. Ingyenes programokkal várjuk a családokat a Babits Mihály Kulturális Központba is, ahol korabeli kávéházi hangulatot varázsolunk, a kicsiket kézműves foglalkozásokkal, filmvetítésekkel várjuk. A mozi előterébe Pilvax kávéházi hangulatot varázsolunk, lehetőség lesz reformkori gyerekruhákba, jelmezekbe öltözni. Az Agora kávézóban pedig korabeli süteményeket és kávékülönlegességeket kóstolhat a közönség. Az ünnepi hosszú hétvége részletes programját keresse a Kulturális Központ Facebook oldalán, vagy a www.szekszárdagora.hu honlapon. Minden munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!